Elég buzis vagyok? Elég buzis. Elég csak. Rakatod! Egy fejlátát. Várjál. Vajon le, hogy mit látnak, hogy jól kis? Fejlát! Megy? Á, nem. Valami megy hátra. Mi? Nem rá az engem mondta. Hát biztos, hogy benne lesznek a nagy sötét. Nagyon jó lesz. Megyen is le majd. Nyiti, úgy kamerázzál az ilyen fars anyagokat, hogy én vágástól nem nagyon szeretnék tekerészni össze-vissza. De egyébként a kedves nézőknek elmondanám, hogy a HK TV szerkesztővágó operatőr rendezője, alias Jakab Tamás, egy Adobe Premiere 4.2-es szoftverrel fogja összevágni. Az izomember ráközelített a fejére. Nem akarom megmutatni a szőrös mellkasomat. Igen, igen, ma a hallásom. Majd tánc közben. Szerintem téged kell bevenni a táskát. Jó van, tervisszel. Ah, király. Hallod egy kicsit? Hallod? Ne! Ne ilyen szarra, ne pazaroljátok a filmet. Vizzel már meg az Andit. Szerintem nyomod egy rizet. Sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet, szülőket, tanárokat, diákokat, úgy jön is mindenki, aki éppen eljött. De elnézést szeretnék kérni, hogy most csak ezzel a csóka vezetővel tudjuk konferálni műsorunkat, mert az iskola szenzorok is fogok tanálni, és sajnos néhány dolgot kihúzott, így most kezdenek vagyunk a közöpébe várni. Az elkövetkezendő pár percben szeretnénk Önöknek bemutatni a Ciferhoszki Károly Ipolyszak Középiskola világban ki 1/12. D-osztályának 1999. január 22-ére készített szagolató műsorát. Ez a műsor csak ma, csak Önöknek, csak egyszer és csak nálunk lesz bemutatva. Egyelőre csak mi tudjuk lépni a dosszékban, annyit előre is állapotok, hogy műsorunk egyeseknek meglepő, másoknak mulatságos lesz. Feltárul Önök előtt a megdöbbentő világ, ami magában foglalja a mi életünkben a legfontosabb helyet elfoglaló iskolánk hétköznapjait, van egy kicsit, kiszínezve, néha eltúlozva. Műsorunk szerkezeti felépítése a következő. Szöveges bevezető. Mizsa. Produkció felvezetése. Ez van most. Produkció. Ez lesz. Meghajlás. Felgeteges tapsvihar. Reméljük. Feleső szövetezővel. Világ. Satöldi, satöldi. A színpadon teljes fizikai és szellemi egészségben megjelenő diákok mellett feltűnnek még a mindenki számára ismerős személyiségek, tanárok is, persze ők nem teljes fizikai szellemi valójukban. Itt talán mindenki kitalálta, a kedvenc tanárainkra gondoltunk, akiknek azt köszönhetjük, hogy a osztály szinte teljesen sértetlenül eljutott ide az érettségi küszöbére. Köszönettel tartozunk nekik. Jobbnál jobb, hihetetlenebbnél hihetetlenebb pozitív tulajdonságaiknak tömegét ismertük meg a négy év során, ezekből néhányat szeretnék idézni. Viszont az elenyésző számban lévő megmaradt tulajdonságuk bemutatására egy csekély idő is talán elég lesz. Én költöd ezt a sorkuté. Ja, tényleg, de miért hitták ezt kisbetűvel? A szöveges bevezető után Rizsa, lelki felkészítés a megrázó folytatása, ezt ne olvassátok föl. Szóval, mint a Ciferhoszki Károly Ipari Szakközépiskola 1/12 osztálya kihirdette és tanácsalai közé, több azóta híressé vált személyiség járt, ez egész így történt. A szabaddá vált perceinkben szinte mindig a könyvtárban kutakodtunk. Na persze, nem a tudás hajtott minket annyira, csak a szervészet és igencsak nyáriasan öltözött hölgyek fotográfiáiért harcoltunk, és egymást megelőzve rejtettük azokat táskák mélyére. Egy szerencsétlen fazon nem koncentrált eléggé, és elvétette a tartalomjegyzékből lopva a kilesett oldalszámot, és már csak kivette észre a végzetes többiek előtt igencsak területlen helyzetbe hozott tévedését. A lap közepén ugyanis egy fotó, rajta a felirat Shy Guys. Ettől a perctől a srác élete gyökeresen megváltozott, mindenki kirögte, mutogattak rá, mindaddig, amíg apa nem hagyták.
1. A szerencsétlenné tévő lapon mindeddig észrevétlenül lapuló nyilatkozat napfélre kerüléséig. Az újságból ugyanis kiderült, hogy a Shy Guys tagjai mind a cipiben végeztek, és őket is ugyanaz a tanári csapat tanította, mint minket. A cikkben nyilatkoztak még arról is, hogy ők teljesen kiismerték tanáraikat. És 1. Mostanában szuper slágerré vált daluk alapötletét is ez adta. A dal zenéjét átalakították, szövegét átírták egy szolidabb változatra, és így kerültek a toplisták élére. Tehát mi, a Cipernoszki Károly Ipari Szakközépiskola Világbanki 1/12 osztálya tap az alkalmon, elkértük őket, hogy látogassanak meg bennünket szabadalmatokon, és meglepetésünkre a meghívást elfogadták. Tehát ma este a színpadra lépít nálunk a Sárgát. Ezelőtt még lenne viszont egy fontos mondani való. Kockázatos következmények és mellékhatások eshetősége véget, végzetes döntéseik előtt gondoljanak ránk ártatlan diákokra. Egyből az áramok szagát érzed. Tranzisztor kéne vagy egy tirisztor. A váltó áramot szemüvegben nézem. Szkafandernek a köpeny nagyon jó. Pista vagyok, könyvelek rendesen. Az osztály névsor, amit leadtott nekem. Titokban sikítok, ha nem vagyok jó. A BTK is csak rólam szól. Meló, meló, úgy 4 éven át már tudjuk az összes tanár rigóját. Meló, meló, volt míg összeszedtük, és ezt most mi nektek elénekeljük. Legyőzök mindent, mi az utamba állhat. A Coca-Cola cégtől meg kívánj 3-at. Budapest bank is ide került örökre. Miatta megy a tető szépen tönkre. Hello, meló, 15 lány van itt veled. Ne tégy semmit, csak védd a nemed. De ez a lány szobában nem muszáj. Legyen az a nevünk, hogy sárga reklám vár. Most nem remek senki. Csörög a szekrény kulcs és kattan az át. Csak nem féltek fiúk, hogy lapokat kaptok. Nálam a nagy szájért nem plusz pontját. Tamás vagyok, képelek csendesen. A pászkár nyelv az, amit leadtak nekem. Tudom a netet is használni jó. Ümmögésem is csak erről szól. Meló, meló, úgy 4 éven át már tudjuk az összes tanári rigóját. Meló, meló, volt míg összeszedtük, és ezt most mi nektek elénekeljük. Meló, meló.
egyik kedvencünk a Pákolic tanárnő, aki a csoportunktól nagyon fél. Azt hiszi szerintünk gondolatébresztő, amikor vicceinken nevetgél. Hú, Jim vagyok, nem látok rendesen. Andi, ha kettest akarsz, nézd ám kedvesen. Nem látom, de érzem a pillantásod. Ötös lesz a dolgát, majd meglátod. Meló, meló, úgy négy éven át már tudjuk az összes tanári rigóját. Meló, meló volt, míg összeszedtük, és ezt most mi nektek elénekeljük. Robinak hívnak, pedig rumcásnak látszom. Szakállom befelé nő, ezt harapom. Az oldalamon ficeg a Vanta Cheesy. Indul a fergeteges mobil buli. János vagyok, vedelek rendesen. Kerner Feri szaj kivörös pothoz neked. A helyes utat, de nehéz megtalálni. Nem tudom, merre van a műhely tanári. Meló, meló, úgy négy éven át már tudjuk az összes tanári rigóját. Meló, meló volt, míg összeszedtük, és ezt most mi nektek elénekeljük. Thank you.
tehetség iskolánk végzős diákjainak szalagavató műsorát. Az utóbbi kijelentés valakit önök közül csalódással töltött el, az valószínűleg rossz helyre tévedt, vagy csak rossz időpontban érkezett. Az ő figyelmükre ajánlott a büfé finomságai, ami némiképp vigasztalóan hat a sebzett lélekre. A többieknek, akik eredeti szándékuk szerint egy ünnepségre jöttek, szintén csalódással kell, hogy szolgáljunk. A mi műsorunknak nem szab határokat az ünnepség szó merev, már-már unalmas és megszokott formája. Ugyanis mi szórakoztatni fogjuk önöket. Időt és fáradtságot nem kímélve osztályunk kigondolta a legmegfelelőbb szalagavató műsor prototípusát. Először is magunk és várható közönségünk ízlésvilágát megvizsgálva, a szó filozófiai értelmében elgondolkoztunk, milyen is egy szórakoztató, mégis tartalmas és újatmutató, alkalomhoz illő rövid és mégis frappáns műsor. Hosszú-hosszú órákat felemésztő jutott után a sok jó ötlet legjobbikával és annak megvalósításával állunk most itt, méltán büszkeségtől ragadó mellett önök előtt. Valószínűleg sejtelmük sincs műsorunk miben létéről, és most azt kérdezik maguktól, mi lehettek kortól és nemtől függetlenül minden társadalmi és egyéb réteget gyönyörködtető igényes szórakoztatás. Hát igen. Hetekkel, hónapokkal ezelőtt a kérdés megválaszolására mi sem lettünk volna képesek így hirtelen, de ma már a válasz birtokában nekünk ez a dolog épp olyan egyértelműnek tűnik, mint a négyzetgyakorlat logaritmus színusz 2x függvény értelmezési tartománya. Tekintettel arra, hogy a hallgatóság nagy részének idegállapota már nem alkalmas rá, hogy tovább csigázzam, és mert nem szeretnék műsoridőnkkel is kimagasodni a többi önhibájukon kívül csak szerények teljesítmények képes évfolyamatásunk közül, rátérek a lényegre. A lényeg a tánc. Igen, e négy betű, ami az egyetemes mozgáskultúra egy csodálatos művészeti ágát jelent. Mert csak ez, a mozgássá formált zene az, amelynek egy másodpercében több szépség, kellem és kecsalkozik, mint egy órányi, amúgy esztétikailag igényesen elkészített írott szövegben, jelenetben, vagy akár egy dalban, illetve a szórakoztatás egyéb válfajaiban. A mi táncunk nem egy hagyományos és egyszerű csoporttánc, amit egy ilyen alkalomra választani szokás. Ez egy tánckulturális egyveleg, mint egy tánctörténeti áttekintés gyanán született. Ezzel szeretnénk önöknek kedveskedni. A teljesség igénye nélkül megemlítenék néhány műfajt, melynek elemeit nem csak szakértő, de még a kevéssé műkedvelő szem is felfedezheti. Természetesen a magyar népi és tradicionális táncok, valamint a Fidzsi-szigeti polinész tűzlányok csábító tánca mellett, a híres dél-amerikai táncokon, mint a samba, a rumba, a mangó keresztül egészen a kirgizek és a dunikazákok népi táncáig megfűszerezve csipeti balettal. Mindez, és még ennél is több szerepel ezerszínű tánc balettánkban. Mindez jó szórakozást, erőt, egészséget és olcsó villamos méretet kívánok! Szabó Tamás, a Rókatánc és a Székely Verdunk előadó.